Zenei Fesztivál keretében nyílik ez a kiállítás, Asztalos Zsolt filmjében, amiről egy Teleknai Ágnes művészettörténész fog most beszélni. Köszönöm. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és megígérem, hogy nem lesz hosszú a szövegem. Nem szeretném ugyanis leírni a művet, ugyanis a narrátor mindent elmesél majd a filmben. Megmagyarázni sem szeretném. Azzal a művészetét venném el, tudnélik, kérdéseket tesz föl. Inkább én is ebben szeretnék csatlakozni hozzá néhány reményeim szerint gondolatébresztő háttérinformációval. Először is fontos tudni, hogy nem ez az első munka, amelyben Asztalos Zsolt az egyik legalapvetőbb művészetelméleti kérdést, a másolat és az eredeti viszonyát járja körül. Szintén a fotóhónap részeként megvalósuló Nyomok 2 című holland-magyar kollaboráció tagjaként állította ki az Ismeretlen szerző címet viselő installációt. Abban múzeumi kartotékok beszkennelésével, majd ilyen állapotban történő kiállításával kérdez rá a reprodukció információ tartalmára, a tartalom és a szerzőség eredetitől való elszakíthatóságára. Hasonló rámutatás történik itt is, méghozzá dokumentarista erejű médiumokkal, melyek magukban hordozzák a reprodukció és eredeti alapvető konfliktusát. A valóságot teljesen visszaadni hivatott műfajok, a videó, film és a fotográfia létjogosultsági kérdéseit. Már ezzel az elhangzott mondatommal én is egy kisebb vita kiprovokálásával kell, hogy számoljak. Másolni, azaz reprodukálni valamit, ugyanis számos értelmezés, műfaji minőséget, szándékot hordozhat. Nézzünk meg néhányat. A fotográfia alapvető zsigeri funkciója hosszú ideig a valóság pontos visszaadása volt, ami nyilvánvalóvá nem vált, hogy önálló alkotói műfajként is tud és kell is léteznie. Számos alkalmazott területen azonban a mai napig az a feladata, hogy az eredetit pontosan megidézze, és ezzel nélkülözhetetlen szerepet töltsön be például a kanonizációs folyamatokban. Gondoljunk a művek értelmezésére, feldolgozására, katalogizálására, publikálására. Másolatot készíteni valamiről, ugyanakkor a tisztelgés egyik formája is lehet. Legalábbis így védi meg a svájci szobrász Valentino Caron az elmúlt hetek egyik nagy botrányt kavaró esetében a párizsi Fiacon kiállított Marinoéval azonos című alkotásának replikáját. Robert Heinecken, amerikai fotóművész viszont a fényképezést soha nem dokumentatív médiumként használta. Szerinte az csak tökéletlen lefordítása lenne az egyébként ismert világnak. Kiüresített emberi életet tükröző kulturális ikonográfiai formája. Ikonográfia tehát szimbolika, sűrített jelentéssel bír, és ezáltal nem lehet az eredetivel azonosítani. Hasonló gondolatkört képvisel a Művészet ellen című tárlatában a szerb Goran Gyordevics, aki mások munkáit, mint a nem művészeti termelés produktumait mutatta be. Állítása szerint ugyanakkor a másolat fel tud értékelődni az eredetihez képest, mert nem csak annak vizuális információját hordozza, hanem a történetét is, mellyel vissza is kanyarodtunk a másolatok kanonizációban betöltött szerepéhez. Egyúttal pedig az itt kiállított videó munkának egyik központi kérdéséhez. Akik esetleg nem ismernék a történetet, vagy még nem látták végig a videót, röviden felolvasnám Zsolt rövid összefoglalóját. 1696-ban a Mária Pócsi Kiskegytemplomban könnyezésnek indult egy szűzanyakép. A hír hallatán első Lipót felesége a Stefánszkirche domba Pécsbe vitette, hogy méltó helyre kerüljön a csodakép. Készült egy másolat az eredetiről, melyet visszaállítottak a Mária Pócsi templomba. Az eredeti kép Pécsben azóta sem könnyezett. A másolaton már kétszer is megtörtént ugyanaz a csoda. Fentiek ismeretében egy igencsak sajátos fordulat esett meg a másolat és eredeti között. Mondhatni, funkciót cseréltek. Az eredeti vált másodlagossá, majd hogy nem másolattá, hiszen a legfontosabb jellemzője, hogy megtörténik rajta a csoda, a könnyezés elkerülése óta nem az övé. Helyette a jelenleg is Mária Pócson látható, utólag elkészített,
nem feltétlenül szakasztott pontosságra törekvő replika, viszont azóta már kétszer is produkálta. Mondhatni túl is teljesítette, ami az előbb történt. Itt egyértelműen megfordult a másolat és eredeti viszonya, minősége. A bécsi ikon már csak idézi az eredeti jelenséget, a könnyezést. Ezekkel a gondolatokkal, melyek remélem számos kérdést és bizonytalanságot hagynak maguk mögött másolt és eredeti viszonyáról, a kiállítást megnyitom, Zsolt, gratulálok! Köszönöm szépen, és szeretettel látjuk Önöket egy üdítőre, forrás üteménye, és köszönöm, hogy megnyitom. Köszönöm.